Jó reggelt kívánok! Teljesen máshogy terveztem elkezdeni ezt a videót, de valamit el kell mesélnem. Nemrég keltem, és éjszaka olyat álmodtam, ennyire random álmaim, amit egyáltalán nem értek, hogy miért álmodtam, mert nagyon-nagyon régen volt, de amit most álmodtam, ez muszáj elmesélnem, szóval az volt, hogy volt álmomban két hörcsögöm, és az egyik megszülte a gyerekeit. Mondjuk nekem ez ilyen gyerekkori trauma lehet, mert amikor egyszer volt egy hörcsögöm, és az a hörcsög megszülte a gyerekeit, utána megette a gyerekeit. Hát igen, nagyon szomorú, mindegy, ami az álmomban történt, az volt, hogy az egyik hörcsög megszülte a gyerekeit. És ugye azt hittem, hogy az egyik hörcsög lány, a másik fiú, és nyilván az egyik megszülte a gyerekeit álmomban. Aztán a másik hörcsög is megszülte a gyerekeit, szóval igazából ez két lányhörcsög volt, és mind a kettő szült gyerekeket. Ami elég fura, de mindegy. És az volt, hogy valamiért, fogalmam sincs, hogy miért, kivettem ezt a két hörcsögöt a gyerekeikkel együtt a ketreceikből, meg két külön ketrecük volt, és átvittem egy másik szobába, hogy ott szoptassák a gyerekeiket. Majd, amikor visszatértem a nappaliba, ott volt egy hatalmas patkány a nappaliba. Amúgy ezt össze lehetne vágni úgy, mintha a patkányok járkálnának a nappaliban, pedig ezt csak álmodtam, szóval ez egy álom. És így lefölfutkározott, és én amúgy így az életben annyira nem különösen félek a patkányoktól, mert mint hogy jó, nem akarom, hogy közel jöjjön hozzám egy utcai patkány, de hogy amúgy meg, hogyha valakinek van otthon patkánya, azt tart, mint ilyen kis háziállat, attól így nem félek meg, meg is simogatom, ha úgy gondolja, hogy simogassam meg. De szóval, hogy igen, nem félek így különösen a patkányoktól, de ettől, ami az álmomban volt, már az elejétől kezdve féltem, ugyanis nem egy egyszerű patkány volt, hanem így a feje patkányos volt, szóval hogy a fejéről meg lehetett állapítani, hogy egy patkány, viszont a teste olyan volt, mint egy ilyen kisebb tacskónak. Mert egy konkrétan akkora volt a patkány, mint egy ilyen... Hát nem tudom, mint egy... Nagyon nagy. Nagyon nagy volt. Egy kisebb tacskó méretű volt a patkány, de az arcáról meg látszott, hogy az egy patkány. És az volt, hogy így össze-vissza futkározott a szobába, én meg az ágyon ültem, és nagyon-nagyon féltem. Közel jött, és így el akartam tolni, és ahogy így el akartam tolni, hogy ne jöjjön még közelebb, beleharapott így az ujjaimba a patkány. És nagyon ijesztő volt, és konkrétan erre riadtam fel, hogy megharapott a patkány. Miért álmodtam ezt? És konkrétan annyira hihető volt az egész, mert teljesen olyan volt végig, mert ugye nekem szokott lenni olyan az álmaimban, hogy igazából tudom, hogy álmodom. Szóval sokszor eszmélek rá álmomban, hogy jaj, ilyen nem történik meg, ja, akkor álmodom, és akkor álmomban is tudom, hogy amúgy álmodom. És akkor általában így már megunom az álmot, mert ugye tudom, hogy ez csak egy álom. Vagy éppen felkelek, amint rájövök, hogy álmodok. De itt végig nem jöttem rá, mert annyira valóságosnak tűnt, még az is, hogy létezik egy tacskó méretű patkány. De nagyon rossz volt, amikor megharapott, egy jó ég, és így határozottan emlékszem, hogy így az ujjaimba harapott bele. Na mindegy, kezdjük el a napot. Kávétással fogjuk indítani a napot, de nézzétek, hogy mind van. Rendeltem az Emma Chamberlain-től a kávékat, és már egy ideje így ezt iszogatom. Filteres a kávé, és ilyen cold brew-nak lehet megcsinálni, hogy egy éjszakára, vagy picit több időre. Amúgy, ha picit több időre hagyom bent, akkor általában finomabb, mert jobban ki tud ázni. Szóval, hogyha mondjuk 24 órát ázik, akkor még jobb, és amúgy én két filtert szoktam ennyi vízhez adni. Szóval most is ezzel indítjuk a napot. Amúgy a mai egyik programunk, én még sose csináltam ilyet, elkezdtem nézegetni, ez a teljes sztori, szóval elkezdtem nézegetni, először akartam egy Nike Air Force-t. Ja, ennek is van egy nagyon vicces Nike. Úgyhogy soha nem mondtam így, hogy Nike. Szóval akartam egy Nike Air Force-t. Elkezdtem nézegetni a neten, viszont amúgy valami brutál árba vannak. Én nem tudtam, hogy ennyibe kerül egy Air Force, na mindegy. Nem, először amúgy elkezdtem nézegetni Dunk cipőket, Nike Dunk cipőket, viszont na, azok olyan árban vannak, hogy azt mondtam, hogy oké, inkább jó az Air Force. És az Air Force-ok
is. Hát elég megkérdőjelezhető szerintem, hogy miért kerül ennyibe, vagy hát nem megkérdőjelezhető, de hogy megkérdőjelezhető az, hogy én ezt meg akarom-e venni ennyiért. De találtam egy Air Force-t, ami amúgy tetszett is, és jó árba is volt. És akik követnek Instán, azok már láthatták, hogy mi történt. Rendeltem egy 44 és feles cipőt, és elküldtek nekem egy 28 és feles cipőt. Szóval elég kellemetlen volt, és amikor visszaküldtem, utána már nem tudták nekem kicserélni, mert elfogyott az oldalról a megfelelő méret, szóval. Hát így jártam, de visszautalták a pénzt, meg minden, hát ha mondhatom erre azt, hogy tökéletesen ment, akkor minden tökéletesen ment, nyilván nem, mert nem kaptam meg azt a cipőt, amit szerettem volna, de hát így jártam, mindenkivel előfordulnak ilyenek. Viszont mostanában beléptem Facebookon ilyen sneakerhead Facebook oldalakra, ahol emberek használtan, vagy nem használtan árulnak általában dunkokat, vagy Air Force-okat sokkal jobb áron, mint amiért neten meg lehetne venni. Nyilván, hogyha használt, akkor egyértelmű, hogy miért olcsóbb. És én még sosem csináltam ilyet, de ma fogok találkozni egy fiúval, aki árulja az egyik hosszú szárú Nike Dunk cipőjét, amit én már tök régóta néztem, használt, és ezerszer olcsóbb, mint hogyha megrendelném valamelyik weboldalról az interneten. Ez a valamelyik weboldalról az interneten, ez úgy hangzott, mintha 86 éves lennék. Most az lesz az első program, hogy találkozom ezzel a fiúval, és remélem, hogy jó lesz a méret, mert amúgy én 44 fél cipőket szoktam inkább hordani, és ez 44-es. De hogyha használtan ilyen jó áron hozzá tudok jutni egy olyan cipőhöz, amit szeretek, akkor az nagyon-nagyon jó lenne, mert igazából úgy gondolkodtam, hogy oké, hogy használ, de hogyha megvenném újonnan, és mondjuk hordanám egy hónapot, akkor az enyém is használt lenne, nem? Szóval igazából ez már csak, ez olyan, mint hogy egy hónapot már előttem valaki hordta, ezért harmadannyiba kerül, mint hogyha neten venném meg, és ez meg szuper, vagy igen, kb. Pont harmadannyiba kerül, szóval ez elég jó. Ja, egyáltalán nem értek egyébként a sneakerökhez, meg nem vagyok ilyen sneakerhead egyáltalán, csak szeretem volna egy olyan cipőt, ami tetszik nekem, és már megtetszettek ezek a Nike Dunk. Nike, miért mondom azt, hogy de ezt valamiért mondom, mert hallottam, vagy most miért mondom azt, hogy Nike? Na mindegy, megtetszettek ezek a cipők, és ja, szeretnék én is egyet, de nem teljesen rossz. Ez csak azért mondom, hogy tök jó opció, mondjuk a Facebook Marketplace, meg ilyenek. Lehet, hogy ez is már olyan, amit mindenki 800 ezer éve használ. Én ezt most próbálom ki először, és remélem, hogy sikeres is lesz, és nagyon várom, hogy az enyém legyen az a cipő, és nagyon bízom benne, hogy a 44-es is jó lesz. Elkészülök, és akkor induljunk felpróbálni ezt a cipőt. Oké, ez nagyon vicces, és nem tudom, hogy miért vagyok 3 éves, de félek. Szóval ide értem a találkozó helyszínére, és valamiért kicsit félek, de csak egy cipőt veszek, szóval nem tudom, hogy miért, de ez vagyok én. Wow! Megvásároltam végül a cipőt, nagyon-nagyon tetszik nekem. Mondom, egyáltalán nem értek ezekhez a cipőkhez, azt hiszem azt megnéztem, hogy ez valami 2020-as Nike Dunk High. Mármint azt hiszem, ja, nem, annyira nem szeretnék hülyeségeket beszélni, szóval ez egy fekete és sárga Nike cipő, de ezt szeretném inkább elmondani róla, és nekem nagyon-nagyon tetszik, én nyilván nem azért tettem meg, hogy most gyűjtsem ezeket a cipőket, hanem azért, mert ezt nagyon-nagyon szeretném hordani, és nagyon örülök, hogy így használtam, belefutottam Facebookon ebbe a cipőbe, úgyhogy lehet, hogy ma már majd ezt is veszem fel, bár egyébként óriási vetélytárs. Most ez, az, hogy minden második nap ez lesz rajtam a nyáron, az szerintem kb. Fix. Szóval soha nincs kedvem már mást felvenni, mert megvan ez a Birkenstock papucs. Nagyon sokat agyaltam rajta egyébként, hogy megrendeljem-e vagy nem. Végül úgy döntöttem, hogy ha már ennyi ideig gondolkodom rajta, akkor végül is megvettem, és egyáltalán nem bántam meg. Kb. Másfél hete van meg, és a másfél hét alatt szerintem kb. 3 nap volt, amikor cipő volt rajtam, és akkor sem szántam be, hanem olyan helyre mentem, hogy hát gondoltam, inkább nem veszek fel papucsot. Szóval. Amúgy nagyon örülök ezeknek, meg örülök, hogy jó lett. Méretben is. Úgyhogy igen, emiatt most boldog vagyok, viszont amiatt nem,
hogy hátra van egy vizsgám még 30-án, amire becsülettel kellene készülni, ugyanis ez egy elég nehéz vizsga, társadalom, történet, történelem, elég konkrét dolgokat kell tudni. Most lehet, hogy tanulni, vagy hát igazából biztos, hogy tanulni kellene. Viszont felosztottam magamnak, és most időben gondolkodtam, úgyhogy most összesen van egy 120 oldalas jegyzetem, mert nem az enyém, hanem azt a tanár úr küldte nekünk, ami egyébként tök kedves, de van egy 120 oldalas jegyzet, 122, azt felosztottam, és minden napra van 20 oldal, amit ki kell jegyzetelnem, úgyhogy most elégedett lennék, hogyha 10 oldalt gyorsan kijegyzetelnék, hogyha ez most sikerülne, az nagyon szuper lenne, és most valljuk be 10 oldalt kijegyzetelni, azért ne legyen már megterhelő, vagy hát... Nem szeretnék hazudni, kb. Egy óráig videókat néztem éppen, és megettem egy szendvicset, és most állok neki csak tanulni. Na, a következő program, hogy moziba megyünk Rebekával, ugyanis már nagyon régen voltunk moziba, és az eredeti terv az egyébként nem ez volt, hanem az, hogy elmegyünk a Netz partira bulizni a Budapest Parkba, viszont én őszintén nem tudom, hogy mi van velem, soha nem éreztem még ilyet, nyilván lehet, hogy az, hogy öregszem, vagy nem tudom, de én szerintem fél éve voltam utoljára szórakozó helyen, és egyáltalán nem hiányzik, de hogy így egy picit sem. Konkrétan inkább az ellenkező, hogy rágondolok arra, hogy én most egy szórakozó helyen vagyok, és táncolnom kell meg már a, nem tudom, már az alkohol is olyan nekem, hogy így... Nem tudom, valamiért nagyon-nagyon nem ezt az időszakomat élem. Lehet egyébként a sok tanulás, meg az egyetem, meg ilyenek miatt van ez, de hogy így... Rágondolok arra, hogy el kell mennem bulizni, és most nem az összeülős iszogatásra gondolok, mert az amúgy mindig van kedvem, hogy így, nem tudom, összeülünk, beszélgetünk, ennyi. De az, hogy egy konkrét szórakozó helyen legyek 1 millió emberrel összezárva, nincs az a pénz. És ezt mostanában nem tudom, miért érzem így, de most rászántam magam, hogy jó, elmegyünk a Budapest Parkba, a Netz partira, nem, egyszerűen bulizni nincs kedvem. És a koncertek nyilván nem úgy tök mások, szóval, hogyha például koncertre kellene menni, ahhoz nagyon-nagyon lenne kedvem, mert ott van egy ilyen alapprogram, ami miatt elmegyek, hogy megnézzek egy előadót, vagy egy zenekart, vagy bármi, szóval a fesztiválokat tökre várom. Idén is ugye mondtam, hogy megyünk a Strandfesztiválra biztosan, aztán lehet, hogy még benéz bármi más, nem tudom, még nincs előre így kitalálva. De azt nagyon várom, de közben meg konkrét ilyen szórakozó helyre, hogy most bemenjek meg táncolni, bulizni, semmi kedvem, úgyhogy mozizni megyünk helyette. Kiválasztottunk random egy filmet, ami szerintem vicces lesz, én kedvelem Sandra Bullockot, úgyhogy, és valami Sandra Bullockos vígjátékre megyünk. Ja, és igen, végül most felvettem ezt a cipőt, szóval esni fog az eső, hallom, hogy dörög az ég, nem mindegy. Felvettem ezt a cipőt, úgyhogy ebbe fogok menni, és amúgy nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik, szóval szerintem tök jó dealt csináltam. Mondjuk azt nem tudom, hogy lehetett volna alkudni, például amúgy az eszembe jutott, hogy mi van, hogyha azt mondom, hogy nem tudom, valamivel kevesebbért venném meg inkább, de nem mondtam, mert nem mertem, szóval, ja, úgyhogy igen, de amúgy nagyon tetszik, szóval nekem abszolút megérte. Vagy egyszer csak jön, és bekopog az ajtón. Nem jó. Ez nagyon édes. Ha túl veszélyes kimondani a dolgokat, énekelj. Ugye? Tudod, milyen tügyelet fog. Kicsit fúj. Lassan 40 éves vagyok. Tényleg. De itthon is vagyok, és a film borzalmas volt, mármint volt egy sztoria, de a humora... Hát... Nem volt vicces. Na, ennyi. Vettem egy könyvet, képzeljétek el. Ez egy nagyon Gen Z sztori lesz, szóval TikTokon sokat jött szembe velem Nárai Tamásnak az ilyen interjúi, meg ilyenek. Biztos, hogyha egyet esetleg lájkoltatok ti is, akkor veletek is biztos, hogy sok Nárai Tamás interjú jött szembe TikTokon. És láttam, hogy nemrég megjelent egy könyve, nem tudom pontosan mikor. 2022 idén jelent meg ez a könyv, mondjuk
amúgy gondoltam, hogy idén jelent meg, de mindegy. És elolvastam neten a kis leírást róla, és nagyon tetszett, és nagyon érdekel, úgyhogy megvettem Nárai Tamás Anyám szerint című könyvét, amit, hogyha végeztem a vizsgákkal, el is kezdek majd olvasni. Amúgy nagyon jól éreztem magam, nagyon jót beszélgettünk Rebekával szokásos módon. Egyébként a film is úgy volt vicces, hogy vicces volt, hogy mennyire annyira nem vicces, de próbálkozik, hogy vicces legyen. Hát ilyen amerikai vígjáték, tudjátok. De azokból is amúgy vannak jók, szóval nem vagyok ilyen film snob. Igazából én imádom a szarfilmeket, de ez talán... De az olyan szarfilmeket szeretem, aminek vicces a humora, ilyen... Tudjátok, ez meg olyan humorú volt, hogy olyan... Haha. Na jó. A ma, amit még fogok csinálni... Úristen, az Ilona úgy néz engem, most ezt muszáj megmutatnom. Hogy ül? Most becsukta a szemét, de az előbb ilyen vérmes tekintettel bámultam. Ilona! Hogy lehet így nézni? Elnézést, valami probléma van? De milyen szigorú, meg mérüli, olyan, mint egy szobor. Ilona, mozdulj meg! Most kővédermet? Ilona! Jó, oké. Okay. Semmi probléma. Kicsit ijesztő vagy, ezt így lehet, hogy be kéne fejezni. Miért bámul így? Befejezem a mára szánt 20 oldal tanulnivalómat, ugyanis olyan nincs, hogy mindenre volt ma időm cipőt vásárolni, mozizni, beszélgetni, kávézni, anyám kínja, de a 20 oldalt nem tanultam meg, úgyhogy egyébként azért jegyzetelem is, miközben tanulom, mert miközben jegyzetelem, közben tanulom, szóval nekem nagyon jól megy az, hogy miközben jegyzetelek, nagyon jól megragadnak dolgok, és vissza tudok emlékezni sokkal jobban évszámokra, konkrét dolgokra, hogyha közben le is írom őket, mintha csak úgy olvasgatnám, mert azért, hogyha valami olyasmit olvasgatok, ami nem annyira érdekel, mert nem annyira az érdeklődési köröm, akkor könnyen így az agyam felül siklik, és így olvasom, és mondjuk így másfél oldal után veszem észre, hogy konkrétan semmit nem, tehát nem is figyelek oda, csak betűket olvasok, szóval ha közben jegyzetelem, akkor rábírom az agyamat arra, hogy mindenképpen figyeljek arra, hogy mit jegyzetelek, mert akkor muszáj. Szóval, igen, még ma ezt be fogom fejezni, és egyébként már semmi extra ma nem fog történni, de találkozunk holnap. Igazából, ha nagyon őszinte akarok lenni, és nagyon őszinte akarok lenni, akkor 3:45 van este, és én azért nem vlogoltam ma egész nap, ugyanis elkapott a tanulási pánik, hogy nem tartok sehol, úgyhogy igazából egész nap nem csináltam semmit, csak tanultam, meg ettem egy pad thait. Szóval igazából a mai napom így konkrétan ennyi, amivel eltelt, viszont még fogunk hazamenni anyához, mert azért attól függetlenül, hogy külön élek, mindig próbálok legalább egy hétvégét beiktatni egy héten, vagy nem egy hétvégét, de egy napot a hétvégéből, vagy egy estét, amikor otthon vagyok és beszélgetünk anyával, meg ilyenek, mert nagyon könnyű ezeket elmulasztani, viszont én nagyon-nagyon nem szeretném ezeket elmulasztani. És egy kis spoiler, hogy mutatok nektek majd anyánál valakit, de ennél többet most nem mondok el, hogy kit. Egyébként jó, nem mondom el, majd meglátjátok. És amiről most szeretnék nektek beszélni, az hát szorosan kötődik az én mindennapjaimhoz, ugyanis a mai videó támogatója a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a HÖOK. Egyébként ez a HÖOK, ez a Magyarországi Hallgatói Önkormányzatok összességének így az érdekképviseleti szervezete. Nekik van most már másodszorra a FILE nevű projektjük. Ennek a lényege, hogy egész júniusban a HÖOK Instáján különböző beszélgetéseket láthatok különböző emberekkel, akiknek most én is a része vagyok, és hát igazából a lényeg az, hogy körüljárják a fiatalok, tehát hogy a mi mentális egészségünk témáját, amiről szerintem egyébként sem lehet eleget beszélni. Úgyhogy linkelem is az Instát, és ott megtudtok többet erről az egész projektről. Viszont én is szeretnék nektek mesélni, hogy nekem milyen nehézségeim voltak az egyetemmel kapcsolatban, és milyen nehézségeket élek meg mostanában, de igazából erről szerintem már ti egy könyvet tudtok írni az én dolgaimból, ugyanis erről nagyon sokat szoktam beszélni vlogokban, ugyanis az életem nem tudom, nagy részét most azért eléggé az egyetem teszi ki, meg a vizsgákra való felkészülés. Sokat gondolkodtam egyébként, hogy most így ennek a projektnek a kapcsán mit lenne a legérdemesebb elmesélnem nektek, és talán arról nem beszéltem még így bővebben, hogy én nem egyből kezdtem egyetemre járni, vagyis egyből kezdtem egyetemre járni,
elmesélem, és akkor egyértelművé válik. Én leérettségiztem, és az érettségi évében ugye már sokat kellett azon gondolkodni, hogy én hova tanuljak tovább, hogyan tanuljak tovább, mit tanuljak tovább, és fogalmam sem volt. Tényleg egyáltalán nem tudtam, és annyira azt éreztem minden oldalról, hogy nekem olyan erőszakosan tovább kell tanulnom, ezért választottam egy szakot, az ELTE-re mentem matematika szakra, és én tényleg nagyon-nagyon szerettem a matekot, ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy akkor menjek matek szakra. És mivel nyilván ez egy teljesen hirtelen felindulásból történő döntés volt, fogalmam nem volt, hogy mit akartam tanulni, ezért én is, mint annyian, megtörtént velem az, hogy nem jó szakot választottam, és ezt időben észleltem. Elkezdtem a matek szakot, de én ezt egy idő után ott hagytam, mert éreztem, hogy én ezt nem szeretném csinálni. És talán ez az, amiben szeretnélek titeket meggyőzni, hogy idejében merjetek lépni, hogyha érzitek, hogy nem jó. Tehát nem éri meg azt a szorongást szerintem, és én erre tök büszke vagyok magamra, hogy annak idején mertem lépni, és hogyha nem léptem volna, akkor szerintem most nem beszélnék egy kamerához, és nem lenne YouTube csatornám, ugyanis ez, amikor abba hagytam az egyetemet, azért egy kézenfekvő opció volt, hogy nagyon szeretnék csinálni valamit, ezért követem az álmaimat, és elkezdek YouTube-ozni, ami tényleg nem lenne szerintem, hogyha akkor én tovább belekényszerítem magam egy olyan helyzetbe, amit nem szeretek, az pedig egy matek szak, ami, mint utólag kiderült, nem volt nekem való. És ez teljesen normális, hogyha észlelitek azt, tehát semmi baj. Igazából csak ezt szeretném mondani, hogy semmi baj. Tehát, hogyha én most nem lépek, akkor nem is tanulnék most a szociológia szakon, ami meg tökre nekem való. Így, hogy kihagytam ezt az időt, így rá tudtam jönni, hogy mi az, ami nekem való, közben dolgozgattam, és közben elkezdtem a YouTube-ot, és rátaláltam arra a szakra, ami tényleg érdekel, és itt a szociológia, és végre azt tanulom, amit szeretnék. És ez annyira-annyira szuper, és ha szülői nyomásra, ha tanáraitok nagyon nyomják, azt szerintem merjetek kihagyni egy évet, vagyis igazából szerintem nem is azt tanácsolnám, hogy hagyjatok ki mindenképp egy évet, ha nem tudjátok, hogy mit szeretnétek csinálni, mert hogyha választatok random egy szakot, mint én a matek szakot, és nekem nem jött be, de simán lehet, hogy nektek bejön. Szóval én igazából ezzel úgy vagyok, hogy én egyáltalán nem bántam meg, hogy ezt kipróbáltam, mert gondolom, ha nem próbálom ki, akkor mindig az lett volna bennem, hogy de a matek szak, meg mit tudom én. Szóval nekem nem volt egy ilyen tudatos dolog, hogy kihagyok a középiskola és az egyetem között éveket, viszont egyáltalán nem bánom, hogy így alakult. Szerintem én is arra biztatlak titeket, hogyha tudjátok, hogy szeretnétek felsőoktatásban tanulni, akkor 12-ben választatok egy szakot, akkor is, hogyha nem annyira tudjátok, hogy most azt szeretnétek-e, de és próbáljátok ki magatokat benne, és hogyha nem megy, mi van akkor? Akkor ott hagyjátok annyi idő múlva, amikor érzitek, hogy ez nem nektek megfelelő, és így ebben nincs semmi, és találtok egy másik szakot, bármi. Szóval szerintem akkora szorongás van bennem is, szóval én most nem úgy beszélek, hogy jaj, én annyira jól tudtam mindent fejben lekoordinálni, mert nálam is annyi szorongás volt a fejemben, ezt akartam éppen mondani, hogy annyi szorongás lengi körbe ezt a válasszál szakot, mindenképpen egyetemen kell tanulni ezt a dolgot, hogy ez borzasztó. Szóval én is megjártam a hadak útját ezzel elég keményen, de végül minden a helyére került, úgy gondolom, úgyhogy én nagyon örülök. Tényleg arra biztatnálok titeket összességében, hogy merjetek kiállni azért, amit ti gondoltok, mert ti tudjátok szerintem a legjobban, hogy mit szeretnétek tanulni. Ezt nem más dönts el helyettetek szerintem, mert ez nem jó. És hogyha ti azt érzitek, hogy feltétlen ki kell hagynotok egy évet, és ki szeretnétek magatokat próbálni, nem tudom, egy óceánjáró hajón felszolgálni, most mondtam egy random példát, akkor csináljátok. Szóval, hogy semmi nem akadályoz meg benne, és utána ugyanúgy el lehet kezdeni egyetemre járni, és egyáltalán nem probléma, hogy kihagysz egy évet egyetem után. Szóval csinálj, amit jónak érzel. Ennyi lenne a véleményem. Amit még mindenképpen szeretnék nektek megemlíteni, hogy létrejött a Hők honlapján egy olyan anonim felület, ahova be tudjátok írni, hogy most éppen mi nyomja a lelketeket tanulással kapcsolatban, most így a vizsgaidőszak kapcsán abszolút aktuális, és ez szerintem annyira szuper, szóval bármilyen egyetemmel kapcsolatos, vagy igazából bármivel tanulással kapcsolatos, bármilyen dolgot be tudtok ide írni, teljesen anonim módon, tehát hogy nem kér tőletek semmit, csak beírjátok oda épp az aktuális problémáitokat, ami szerintem szuper, mert ha ti is tanultok valamit, vagy ti is egyetemre jártok, átélitek a vizsgaidőszakokat, azért ez nem egy olyan kellemesen és könnyen átvészelhető dolog azért gyakran, mármint hogy most a vizsgaidőszakról beszélek, szóval ez azért
nekem is elég kemény szokott lenni, mint mentálisan, mint lelkileg, és szerintem ez egy szuper felület, úgyhogy ezt linkelem is majd a leírásban, és meg tudjátok ott nézni. Illetve amit még mindenképp szeretnék elmondani nektek, hogy lesz most június 30-án az Instámon egy live a Hőokkal így együttesen, és át fogjuk beszélni azt, hogy nekem mik a nehézségeim tanulással kapcsolatban, így az egyetemmel kapcsolatban, meg nagyon-nagyon sok témát fogunk még érinteni, amilyen egyetem, tanulás, vizsgaidőszakkal kapcsolatos, úgyhogy ha erre kíváncsiak vagytok, akkor egyrészt kövessetek Instán, és akkor majd kaptok értesítést egyből a live-ról, de egyébként június 30-án 18 órakor lesz. Egyébként eléggé izgulok, én még sosem live voltam Instán, szóval kicsit izgulok, de azért majd nézzétek meg, hogyha gondoljátok, szóval igen. És még egyszer borzasztóan hálás vagyok a Hőoknak, hogy rám is gondoltak, és hogy egy ilyen kampányban rám is számítottak, és rám is gondoltak, ez egyébként nagyon-nagyon jól esett, mert szerintem így a mentális egészség az a téma, amiről órákat tudnék beszélni szerintem, és szoktam is egyébként a barátaimmal, általában ez egy nagyon fontos témánk, pláne így a tanulás kapcsán, úgyhogy ez nekem tényleg egy olyan projekt, ami mögé teljes válszélességgel oda tudok állni, és tényleg nagyon köszönöm, hogy rám is gondoltatok. Na, amit az előbb kihagytam, de ezt szeretném még mondani, hogy nálunk középiskolában is volt, de ezt nem tudom, hogy az mindenhol van-e, de egyetemen fixen mindenhol van egy pszichológus, akihez ingyenesen be tudsz jelentkezni. Szóval, ha van valami, ami nyomja a lelked, viszont nem szeretnél pszichológusra költeni, akkor van egyetemen ingyenes pszichológus, akivel tudsz beszélgetni teljesen ingyen, igen, ez jelenti, hogy ingyenes. Szóval csak azért akarom ezt elmondani, mert nem minden egyetemen van ez túl reklámozva, hogy sziasztok, nálunk van egy ingyenes pszichológus, de mégis minden egyetemen van. És most pedig elindulok haza anyához. Na hát nézzétek, kit mutatok nektek. Képzeljétek el, hogy anyának, ja, Ilona, vagy Ilona? Anyának örökbe fogadtunk egy kis cicát, és ez meglepi volt, és már anyánál van ilyen másfél hete, és itt van. És nagyon rossz. Ez egy borzasztóan rossz macska, és nagyon örülök, hogy én annak idején nem kis macskát fogadtam örökbe, hanem az Ilonát. Tudjátok, hogy ez a macska mennyit eszik? Csak eszik. Ilona, vagy... Miért? Most automatikusan minden macskát így hívok, hogy Ilona. Ja, igen, nincs neve. Szép vagy. Mi legyen a neved? Te hogy hívnád magad, kedves macska? Egyébként nagyon cuki, mert anya mondta, hogy amikor jön haza anya, akkor így csörög a kulccsal, és akkor ő már fut oda, és tudja, hogy anya hazajön, pedig még tök kicsi macska, kb. 3 hónap, nem akarok hülyeséget mondani, 3 hónapos, az lehet, de mindegy. És ahogy anya csörög a kulcsával, hogy jön haza, a kis cica már fut is oda, és így ülve várja anyát az ajtó előtt, és ez ennyire cuki. És még csak másfél hete van itt, de már tudja, hogy a kulcsörg, és az azt jelenti, hogy jön haza anya. Ez tök aranyos. Az ott az óra mellett nem kosz, hanem ott is van egy ilyen folt. Most pont nem látszik, de így igen. Szóval, hogy ami az orra mellett van, az nem kosz, hanem egy folt. Meg akarsz támadni? Úristen, olyan kemény a hasa konkrétan, szerintem amennyi kaja ott van, azt ő így megeszi, szóval nem válogat, ellentétben az Ilonával. Yeah. Hát mi ez a bélszerkezet? Hogy lehet ekkora a gyomrod? Te egy kis baba macska vagy. Ne harapj!